Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A mai adásban Rákosmentek közelmúltban kinevezett új főépítészét ismerhetik meg. Üdvözlöm a stúdióban mai vendégemet, Sperné Morvai Orsolyát. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És akkor elsőként arra kérném, hogy röviden mutatkozzon be, mutassa be a szakmai előéletét, mit lehet erről tudni? 1986-ban diplomáztam a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnöki karon. Friss diplomásként először az épülettervezés szakterületen kezdtem el dolgozni, és a továbbiakban is ez jellemző volt, bár volt egy kis kitekintés a kivitelezésre is, illetve az állami igazgatásban is dolgoztam egy picit. Főbb munkáim közül azért kiemelnék egy-két kedvencet, amiben részt vettem, például az Óbudai Gimnázium épületfelújításának, átalakításának tervezési munkáiban vettem részt. A Lehel út Dózsa György utca sarkán lévő általános iskola homlokzatfelújítási munkálataiban, akkor például a kőbányai kápolnatéri kápolnának a leomlott tornyát helyreállítottuk, és ennek a tervezési munkáiban vettem részt. A önálló munkám az tulajdonképpen szintén nagyon sok volt, leginkább lakóépületek építési engedélyezési terveit készítettem el, de kiemelném például a védett Vekerletelepen történt terveimet is, illetve készített terveimet, ahol az egyik tervem a Budapesti Önkormányzat Értékvédelmi Ügyosztályának dicséretében részesült. A harmadik kerületben még a volt Magyar Sejemipari Vállalat területén új raktárépületet terveztem, illetve a felhagyott üzemcsarnokok hasznosítását intéztem. Tulajdonképpen 2006 óta dolgozom a 17. kerületi önkormányzatnál. Több mint 10 évet voltam az építéshatósági csoportnak a csoportvezető helyettese. Na most az építéshatóságnak és a főépítészetnek több ponton vannak kapcsolódó pontjai. Például, hogyha megnézzük az építési engedélyezési eljárásnál, az építési engedélyezési eljárást megelőzi egy településképi véleményezés. A településképi véleményt a polgármester nevében a főépítészet adja ki, míg az építési engedélyeket pedig az építéshatóság. Tehát nagyon jó kapcsolatom volt a főépítészettel, és a munkám során megismertem a kerületet, illetve hát annak a problémás részeit is. Többször volt kiírva pályázat a főépítészi posztra, de sikertelenül végződtek ezek, és a legutolsó pályázaton én is indultam, ami részemre eredményesen zárult, mert 2019. május 20-a óta én vagyok a kerület kinevezett főépítésze. A munkába állást megelőzően volt önben bármi kétely, vagy érezte és gondolta, hogy igenis tetrekész erre a feladatra? Hát én úgy éreztem, hogy tetrekész vagyok, és most is úgy érzem. Egy kicsit már ilyen lokálpatriótának érzem magam, tehát azért is vállaltam el ezt a munkát, mert szívemben viselem tulajdonképpen a kerületnek a sorsát. Igen, adódik a kérdés, hogy mióta él a 17. kerületben? Nagyon régóta, 1989-ben költöztünk ide családommal, és nagyon szeretek itt lakni, tehát szeretem a kerületnek a kertvárosi jellegét, és nagyon jól érzem itt magam. Akkor nézzük a konkrét munkáját, milyen tervei vannak, mint főépítész? Hát mindenek előtt én egy élhető és a kerület építészeti táji értékeit megőrző, de ugyanakkor egy modern kertváros kialakítását szeretném. Szerencsére ez az önkormányzatnak azért már vannak eszközei. Tehát például a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás, a településképi szakmai konzultáció, a településképi kötelezések. Tehát itt azért már ezeket érvényesíteni lehet, ezeket az elveket, illetve az építészeti szakmai színvonal emelését szolgálják ezek. Aztán egyedi védettségeket lehet elrendelni épületekre, illetve területi védettségeket is, ez van is a kerületünkben. Az egyedi védett épületekre értékvédelmi támogatást tudunk nyújtani adott esetben. És nem utolsó sorban elkészült a kerületnek az arculati kézikönyve, amely tulajdonképpen jó példákat, mintákat nyújt a lakosoknak. Ezt kiegészítésképpen lehet, hogy sokan nem tudják, hogy pontosan egy főépítésznek milyen feladatai vannak.
Hát számos feladata van egy főépítésznek, a legfontosabbakat emelném csak ki. A település szerkezet és település rendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében együtt kell dolgozni az érintett kerületi önkormányzatok főépítészeivel, illetve az állami főépítésszel. Ugye állásfoglalásaival, véleményeivel, a kerület kedvező arculati képének kialakítását kell elősegítenie. Vezeti a kerületi építészeti műszaki tervtanácsot, a kerületet érintő szabályozási tervek előkészítésében, koordinálásában részt vesz, illetve hát a kerületi fejlesztési feladatok munkáiban aktívan részt kell venni. Mennyire szeret vagy tud támaszkodni a kollégákra, és mennyire kéri ki a véleményüket? Nagyon sok esetben kikérik, tehát itt egy együttműködésről van szó, az önkormányzat bizonyos osztályai, csoportja, irodái és a főépítészet között, tehát itt mindenképp ez szükséges. Milyen fejlesztési területek vannak itt a kerületen belül? Kiemelném tulajdonképpen a Szőlőliget, úgynevezett Szőlőliget nevezetű területet, ami az Árok-tő utca és a Cinkotai út közötti területrész. Itt a terület nagy részén lehetőség van a lakóépületek felépítésére. Gazdasági épületeket a szárazhegyi munkaterületen lehet majd építeni, illetve kijelölni. Itt viszont egy szabályozást kell először csinálni. Ez alkalmas, ez a terület logisztikai épületek elhelyezésére, termelőüzemek elhelyezésére, és nagyon jó adottságokkal rendelkezik a terület, mert az M0-ás autópálya nagyon közel van, tehát nagyon jók a közlekedési kapcsolatai, a repülőtérhez is közel van, tehát ez egy ideális hely ilyen célra. A Pesti Parkot említeném még meg, itt szintén szabályozási tervet kell csináltatni, de alapvetően ez is lakóépületek elhelyezésére szolgál, ez a Strázsahegy utca fölötti vagy melletti terület. Gazdasági épületek elhelyezésére még a Bökényföldi út melletti területeken van lehetőség, illetve még a Bélatelepi út melletti területeken. Úgyhogy ezek a legfontosabbak. Mire hívná fel az építetők és a tervezők figyelmét? Hát úgy alapjából a lakosoknak a figyelmét arra hívnám fel, hogy mindenképp nézegessék az önkormányzat hivatalos újságját, illetve az internetes felületét, a www.rakosmente.hu-t, mert ezekben az újságokban, lapokban olyan fontos információk vannak, amik fontosak lehetnek számunkra. Például arra gondolok, hogy a lakossági fórumok idejét, a közmeghallgatást itt hirdetik meg, illetve az új önkormányzati rendeleteket is itt lehet megnézni. És ez azért fontos, mert például a főépítészet készíti ugye a szabályozási terveket, illetve készíteti, és a szabályozási tervek készítésénél mindig egy széleskörű társadalmi bevonással lakossági fórumokat tartunk, és amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel a lakosok, tehát nem tudják megtenni észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon, akkor a későbbiekben erre már nincsen lehetőség. A tervezőknek, meg az építetőknek a figyelmét most mindenképp arra hívnám fel, hogy augusztus 9-e óta új kerületi építési szabályzatunk van hatályban. Ez a Rákosmente kerületi építési szabályzatáról szóló 20/2019-es önkormányzati rendelet, és augusztus 1-e óta pedig egy településkép védelméről szóló rendeletünk is hatályos lett, ez a 19/2019-es önkormányzati rendelet. Le van írva az, hogy meg van határozva az, hogy milyen módon lehet épületeket kialakítani, tervezni, tehát milyen homlokzati kialakítással, tetőkialakítással, milyen anyaghasználattal. Természetesen emellett még benne vannak az egyedi védettségű területekre vonatkozó előírások, a területi védettségűre, illetve a terület szempontjából meghatározó területekre vonatkozó előírások is. Még amit megemlítenék a tervezőkkel kapcsolatban, hogy az építési engedélyezési eljárás előtt, ugye, mint említettem, településképi véleményt kell kérni. És sokszor a településképi véleményünk olyan dolgokat tartalmaz, hogy esetleg át kell terveznie az építetőnek, illetve az építésznek a tervet, és ez biztos, hogy plusz munkát jelent neki.
de igazából itt a véleményünkkel, ahol egyébként a tervtanács véleményét vesszük alapul, mi próbáljuk úgy irányítani ezeket a terveket, hogy a kerületnek az építészeti arculatát emeljék ezek a tervek. Egyébként a tervtanácsunkban kiváló szakmai tudású építészek vesznek részt. Tudom, hogy szubjektíva az építész szakma, tehát a megítélése is, de azért én úgy gondolom, hogy egy jó ízlés határán belül ezt mindenképp ezt meg kell tennünk, mert például, hogy más nem mondjak, volt olyan, hogy egy kétlakásos lakóépület, vagy akár egy ikerépületnél más színűre színezték az utcai homlokzatokat. Tehát mindenképp alkalmazkodni kell azért a meglévő épülethez. Ugye nagyon sok mindent megtudtunk önről, illetve az építészeti osztályról, és akkor zárásképpen, ha bárki bármilyen kérdéssel szeretne önökhöz fordulni, akkor ezt hogyan és milyen módon teheti meg? Ügyfélfogadási időben bármikor, tehát ez szerepel az önkormányzati honlapon, hogy mikor van ügyfélfogadásunk, telefonon is bármikor rendelkezésére állok az építetőknek, tervezőknek. És igazából én akkor érzem, hogy nem hiába dolgoztam, amikor olyan visszajelzéseket kapok a tervezőktől, építetőktől, hogy köszönjük szépen, jobb lett a ház. Én pedig azt kívánom, hogy még nagyon sok ilyen visszajelzést kapjon, és nagyon sikeres és eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!